Sziasztok, üdvözlök akkor mindenkit ismét. Itt vagyok most jelenleg Rákoshegyen, a 17. kerületben, az Újmajori utcánál, és szemben van az 513. utca. És amiért ide jöttem, az egy érdekesség, hogy itt van mögöttem, de mindjárt meg is fogom mutatni egy pillanat. Itt van, mögöttem, vagyis most már előttem a 120-ávas útvonal. Ez a Budapest új 100 szolnok. És ami az érdekesség, hogy itt amikor régebben, amikor kiépült, itt volt egy aluljáró, egy gyalogos aluljáró, valahol ezen a környéken, itt valahol. De majd mindjárt átmegyek, és akkor kicsit megpróbálom megkeresni, hogy hol lehet. És ezt az átjárót, vagy ezt az aluljárót, ugye 2000-es években, amikor itt volt egy vonalfelújítás, akkor eltorlaszolta a MÁV. Gyakorlatilag valahol itt lehetett szerintem, de látod, hogy nyomait már nem látom. De hogy itt befették, meg idehozták a töltést, tehát gyakorlatilag ezt megszüntették, hogy eltornaszolták magát ezt az aluljárót. És azóta itt nincs átkelés a sineken, hivatalosan itt nem lehet átmenni. A legközelebbi hivatalos átkelő az egy olyan 500 méterre, lejjebb van, egy fénysorompós átjáró, meg úgy körülbelül egy kilométerre, még arra van egy, és így ennyi. De hát ugye nyilván attól még az igény megvan rá, tehát itt van egy illegális átjáró, ahol át szoktak menni, és egyébként az is lehet, hogy valahol itt volt az aluljáró, mert ez is gyanús nekem, de az a baj, hogy semmi látható nyoma nincs már, azért ezt még akkor van megnézni valahol, mert itt nyilván egy ilyen, hát még itt, ez lehet még így gyanús, hogy itt lehetett. Eredetileg, mikor kiépült ide, akkor ez egy vízelvezető csatorna volt. Mert volt itt egy patak, vagy valami, ami itt ment át, és annak a jelmezetője volt, az kiszáradt, és utána használta a gyalogos aluljárónak. Aztán úgy gondolta, tehát valamiért ugye felújítás közben betemették, és azóta itt nem lehet szintben átjárni. Egyébként a vasútállomások.hu internetes oldalon Rákos állomáshoz kommentelte be egy bizonyos Matula Gyula, hogyha jól emlékszem. És ezúttal is köszönöm neki a pontos koordinátákat is, hogy elküldte, hogy merre fele kutakodjak. De gondoltam, hogy ez egy jó téma lesz. De ennyi, egy kicsit jobban szétnézünk, hogy esetleg valami nyoma itt vagy talán a túloldalt még lehet. És egyébként ez itt a... És ez látszik, hogy azért meg van csinálva, tehát itt azért járnak át. Tehát attól még, hogy betemették az átjárót, mi nem szűnt meg az igény, tehát senki nem fog azért 500 métert kerülni, viszont... Így viszont veszélyes átkelni, az ember nem figyel oda. Bár azért lehet látni, hogy az egész jól belátható a pálya, arra is, meg arra is egész jól belátható. De azért mégiscsak biztonságosabb lenne egy külön szintű átkelőnél. És hát nézzetek, ja, tehát... És egyébként azt is mondta egyébként, azt hiszem, hogy Matula Gyula közben írta, hogy szerencsére halálos baleset itt még nem volt, mióta mi tudja, hát sajnos volt. És nagyon frissnek tűnik ez a meszelés, de hát sajnos volt. Tehát ez bizony itt mész. Na, azért szétnézünk. Ja, igen, ott a háttérben elmentek az autók, ott van az átkelő. De most nem jön semmi, gyorsan átmegyek. És igen, tehát ez itt mész. Itt a sínszálak között. Itt valakit elütött a vonat. És közben úgy látom, hogy jön is valami. És figyeljétek, mert mindjárt jön a felület. És igen, ezek a modern vonatok, mint úgy látom, hogy felület jön, az azért nem olyan hangosak, mint a régebbiek. De azért, ha figyel az ember, lehet hallani, hogy jön, még időbe. Most érdek, még nincsen sehol, még nem látni, de már cilipel a sín. Azért 120 az elég forgalmas fővonal, személyi vonatok, tehervonatok, gyors vonatok, minden jár el, sűrűsági kirohanósok fél óránként, meg a szolnoki zónázók, tehervonatok is. És ez elég forgalmas egy vonal, tehát ide a külön szintű átjáró, tehát ha már megvolt, nem kellett volna megszüntetni, vagy eltüntetni.
akármennyire is ez lehet, mert valószínűleg azt mondják, hogy szokott ilyen kifogás lenni, hogy keskeny volt, meg hogy nem felelt a bizonyos követelményeknek, hogy nem elég széles, stb. De hát semminél még akkor is jobb. Még lehet, hogy itt volt valahol. Mert ez is nekem gyanús, de most nem tudok oda a gazba lemenni. Tehát emlékszem, volt a 30-as vonalon és a 30-nál is egy ilyen régi aluljáró, még nagyon keskeny volt. Ott a Fonyód utca, vagy ott a nem Fonyód, Herend utca van ott talán, vagy valami ilyesmi. Aztán, de majd ha találok a régi képet, be fogom ide vágni. És akkor majd azt meg tudom mutatni. De, és ott a felújításkor átépítették rendesen. Tehát tettek oda egy szélesebb aluljárót, és így már minden oké. Sőt, volt egy picivel lejjebb egy másik illegális átjáró, ahol valami focipálya volt a környéken, és akkor ott is ja, nem voltak közelbe átkelő, mindenki a sineken mászkált át. Egy háromvágányos pálya volt ott akkor, ami most már négy. Építettek zajvédőfalat végig, hogy ne lehessen átmenni, viszont aluljárót is építettek, ez fontos. Úgyhogy akkor átjöttünk ide a túloldalra közbe, és mindjárt szétnézzünk, hogy látunk-e itt még valamit, ami esetleg a régi átjáró lehet. Itt, ha megnézitek, szerintem valahol ezen a környéken lehetett, vagy pedig itt. Én inkább azt mondanám, hogy valahol itt volt. Mert ez az út, ez nem véletlenül vezet el idáig, de ezt mindjárt megnézzük. Na, csak itt elrakom a kamerát, hogy le tudjak mászni. Hát, közben eljöttünk idáig, ennyit lehet látni. Szerintem ez volt az a rész, ami így fent is láthattunk, és szerintem nekem ez itt nagyon gyanús, hogy itt lehetett. Ez a régi gyalogos átkelő. Egyébként a fentről.hu-n vannak fényképek róla, ilyen műholdas régi, amin látszik, hogy volt itt átkelési lehetőség, majd berakom a videóba, ezeket is szintén a Matula Gézának. Köszönhetem, mert a linkeket elküldte, amikor így privátban megérdeklődtem nála, hogy melyik átjáróról beszélek, hogy pontosan hol lehet azt megkeresni. Úgyhogy elküldte, és most volt időm, ki is jöttem ide megnézni. De szerintem itt lesz, vagy itt volt az átkelő. És hát nem, tehát szerintem ide bármikor lehetne még egyet építeni. Tehát ide egy gyalogos aluljáró, az kell. Tehát. És valószínűleg, mivel volt itt, tehát a töltésből az egyébként is úgy van megépítve, nem is lenne akkora költség, mint a teljesen nulláról kéne indítani. De hát meglátjuk, hogy mi lesz. Meg az is volt szó egyébként, hogy itt a helikopter lakópark, mint a környéken egy megállóhely épüljön. Hát szerintem lenne arra is igény itt azért. Helikopter lakóparknak pont a szélén van, azt mondta túloldalat van egyébként, de pont a szélén megy a pálya. És hát ha megnézitek, akkor erre is azért lakóövezet van. Bár mondjuk, hogy itt mennyire népes, meg hogy egyébként van-e innen valami közlekedés, azt nem tudom, de... De valószínűleg, hogyha itt lenne egy megálló, akkor a keletibe sokkal hamarabb be lehetne érni. Mint ahogy a másik, a 80-as félvonalon is volt egy megálló, amire volt szó, hogy visszaépítik, és kéne szerintem is. Ez a városszéli telep, ott a 67-es, meg a 68-as busznak is van megállója, ott szintén van egy ilyen gyalogos aluljáró. Úgy hívják, azt hiszem, az megálló neve is, hogy Danon aluljáró, mert a Danon üzem van mögötte. Tehát oda is kéne, meg ott volt is régen megálló, csak megszüntették. Úgyhogy hát remélhetőleg itt is majd lesz. Végül is igénye szerintem volna rá, bár ugye ezt jobban meg kéne vizsgálni. Meg kicsit alaposabban, hát most így ránézésre úgy tűnik, hogy van. Meg hogy azért itt látjátok azért az ilyen kertvárosi rész, de hát azért itt bőven vannak. Úgyhogy majd én is mindjárt megnézem, hogy busz vagy valami megye innen tovább, hogy tudok visszajutni Rákosra. Hát akkor ez most így hirtelen, akkor az ennyi lett volna, ezt akartam nektek bemutatni. Ez egy, ha mondhatni elveszett, vagy hát inkább megszüntetett egy gyalogos aluljáró, amit nagyon kellett volna, és hát sajnos látszik is az eredménye, hogy nem rég volt itt egy baleset, legalábbis a nyomokból ítélve, ott a meszelés az még nagyon frissnek tűnik. Úgyhogy hát akkor ennyit, köszönöm, hogy megnéztétek, akkor tudjátok, like, dislike, lehet kommentálni, feliratkozni, ha még nem tettétek, mert most azért ügyek, hogyha ilyen ütemben haladok, mert most elvég az, hogy 45-46 feliratkozó per hó sebességgel gyűltök. Tehát, hogyha ilyen ütemben folytatjátok, akkor november végére meg lesz a 2000-dik. Már még nem mintha sokat számítana, de hát azért mégiscsak azért van, hogy na, már 2000.
És akkor meg megjön a 2000-re, lehet külön videót csinálni, stb. Úgyhogy hajrá, dolgozzatok rajta. Sziasztok!